Hello, sziasztok srácok, én Dani is itt egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint ugye Unicorn és Lányt fogjuk megkeresni. Egyik videóban már amúgy megígértem nektek, hogy a következő karakter ő lesz, de sajnos ez egy kicsikét tovább húzódott, mint terveztem. Szóval most fogjuk őt megkeresni, vagyis ő a bázisát, meg őt is egyszerre, meg úgy mindent, ugye a ti kedvetek érezt, ugye komment szekcióban nagyon-nagyon sokan írtátok. Na, elsősorban... amit látjátok, ugye 10.000 sobot összeszedtük a kis csatornámra, ami eléggé nagy szó. Konkrétan olyan 2 hónapja kezdtem el videózni a kis csatornámra, és olyan jó, azelőtt voltak hardcore-os videók egyértelmű, de azelőtt azért annyira nagyon nem volt, tehát videó, de mindegy, konkrétan 2 hónap alatt, srácok, 10.000 feliratkozót összeszedtek, ami nagyon-nagyon bedesz, és tényleg egyszerűen tényleg szavakat nem találok, hát ez más youtubereknek alig tudom úgy így sikerülni, és ti ezt összetudtátok szedni, ez hatalmasan nagyon-nagyon jó érzés, tehát tényleg nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy milyen külön dolgot csináljak igazából erre, mert ugye egyszer már a nagy csatornámon ezt ugye elértem, és most azért ugye, most a kis csatornámon elértem, nem tudom. Ugye majd a Mindservice terméket, ugye, amiket beígértem, hogy azok lesznek kisorsolva egyértelmű. Csak ugye nagyon kevesen jelentkeztek erre az egészre, szóval ez valamilyen külön videó formába fog lenni mindenféleképpen. Minden, úgy akartam úgy csinálni, hogy ez a nyereményjáték miatt ne kelljen kihajdom egy egész napot videó nélkül. Mert ugye mindenki észrevette, hogy nálam ugye minden nap van 2 videó. Szóval úgy voltam ezzel, hogy ne kelljen ugye egy nyereményjátékos videó miatt úgymond egy egész napot videó nélkül kihagyni. De úgy tűnik, hogy nagyon erre lesz szükség sajnos. De mindegy, valahogy ezt majd meg fogjuk oldani. Ez egyik dolog, amiről beszélni akartam, és ez tényleg nagyon-nagyon király, és nagyon köszönöm nektek. A másik dolog, hogy most a nagy csatornámon nem lesz a mai napon videó, ezért tényleg külön elnézést. A holnapi napon már biztos, hogy fogjuk csinálni, mert ugye péntek, szombat, vasárnapon általában mindig szokott lenni a nagy csatornám videó. De most vannak egy kicsik egy kis problémák így nekem így a magánéletemben. Nem, tehát hogy az elmúlt másfél-kettő hónapban ugye majdnem minden nap töltöttem fel, sőt szerintem minden nap töltöttem fel a kicsi meg ugye a nagy csatornámra is videókat, és szerintem nem tudom, hogy hogy vagytok vele, most egy napot most tényleg azért szerintem csak megkaphatok, amikor nem videózok, és ezt amúgy nem magam miatt, srácok, jó, egy picikét magam miatt csinálom, de amúgy nem teljesen magam miatt, mert nem tudom, hogy erről tudok-e nektek beszélni. Most szerintem inkább ezt ne vigyük bele így a magánjellegű problémáimat, vagyis hát a magánéletbeli problémáimat, ami igazából annyit mondok, hogy családi probléma. Tehát annyit el tudok nektek mondani, és nem olyan, hogy rossz ügyet kaptam, és nem olyan, hogy mit tudom én, mi történt. Családdal problématos, családi problémával kapcsolatos dolog ez, mindegy, erről most többet nem akarok beszélni, mert nem akarom senkinek se elvenni a hangulatát, hogyha már iskola után úgy döntöttetek, hogy velem tartotok, és amúgy ott van valami nagyobb épület, ezt mindjárt megnézzük, szóval tényleg bocsa, hogy ezt felhoztam, nem akartam, nem akarom, nem fogom, nyugi, mindenki jó hangulatba lesz itt, ez mi? Warp Unicorn is. Oké, de nem tudom, tehát most így erre rámehetek, vagy az ilyen rámegyek és így meg fog engem ölni. Semmi nincs itt a közelébe, semmilyen láda, szóval jó, oké, rámegyünk. Ez egy kicsikét így ijesztő, nem gondoljátok? Mi ez? Oké, unikornisok, kis unikornisok, nagy unikornis, értem. De miért van halál fejből az... Jó, mindegy. Itt egy chest. Van benne smaragd. Oké, jó, rendben. Én itt körbenézek, hogy mit kéne tudnom. Ó, ott is ott volt egy chest, meg itt is itt egy chest. Illesség 10-es kard. Aha. Oké, chestek el vannak rejtve ezen a mapon. Úristen, milyen jó kis cuccok, halljátok már. Gyorsaság izé, meg szökkenés cuccok. Jó, ezeket így nagyjából én így elizélem. Itt len van valami, na várjatok én, de lejövök. Itt lenni is lehetnek elrejtve ládák szerintetek? Vagy csak felül? Kíváncsi vagyok amúgy, mert eléggé baró hely ez itt len, de ez így mekkora, jó. Nem akarok érint elveszni, jó? Tehát ezt így egyelőre most így hagyom, már most elvesztem, nagyon jó vagyok. Merről jöttem? Nem, már ott van, jó, oké, ez lehet, hogy ez egy másik kiárat, de mindegy. Ó, igen, nem, ez volt az a kiárat, ahol jöttem, okés.
Valahogyan meg kéne akkor keresni a többi ládát is, ezt már kinyitottam. Mi volt ez? Valami villámozott, de Oké, ott valami villámozott, jó, oké, arrafele elmegyek. Oké, itt van még egy lejárat, és itt van egy láda, ami erőtös, végtelen egyes i. Na, jó, akkor legalább van valami villám, ami így velem van. Van valami villám, ami velem van, aminek örülök. Kéne még akkor ugye egy szettet gondolom találnunk, meg egy pár ópiumát. Nem tudom, hogy ez így megy, hogy most konkrétan egy egész szettet fogok-e kapni. Meg akkor rendes, remélem, hogy aranyalmát is, mert aranyalma nélkül. Mondjuk nem tudom, tehát azt tudom, hogy most mi lesz. Most csak, ó, ott is ott egy láda. De most azt tudom, hogy most így, oké, ópiumá, királyság. Most nem tudom, hogy most ezt így csak így gyűjtögetem így a cuccokat. Itt is itt egy láda, oké. Nem tudom, hogy most így tényleg gyűjtögetem a cuccokat, és így ennyi, tök jó. Aztán majd valahol majd megtalálom unikornis csajt. Vagy, megint villámozott valahol, jó. Oké, akkor ezeket a, oha, ott villámozik, jó. Jó, én ezeket így szétfarmolom, igen, itt volt, oké, hát ebben smarag van. A szettet valahol meg kell találni, hogyha van olyan. Ha van olyan, hogy még a szett is el van rejtve, akkor azt még meg kell valahol találnom. Lehet, hogy az a gond abban a labirintusban lesz, de remélem, hogy nem. Mert ez nagyon-nagyon nagy. Ez tényleg nagyon nagy. Hát remélem, hogy valami, nem tudom. Hogyha már ezek a szép villámok amúgy nekem így jelzik, hogy merre vannak a ládák, ezt kilútoltam. Ja, ezt kilútoltam. Hol kéne keresnünk akkor most, srácok? Várjatok, felmegyünk a unikornisnak a szarvára. Oda villámozott, jó. Oké, én értem így a célzásokat, csak nem tudom, hogy a tetején vagy. Itt van, oké. Ó, megvan a szett. Na, királyság, jól van, akkor védelem 100-as, az konkrét. Komoly cuccokat kaptunk, srácok, jó. Meg a boltánk is van, most vettem észre, jó. Oké, megvannak a cuccok. Oké, rendben van, legalábbis nem tudom, hogy még van-e. Még amúgy, tehát most van egy kardom, egy baltám, egy íjam. Kb. Most mindenem megvan, nem tudom, hogy még kéne még valamit keresnem, vagy most mi van? Most várom unikornisnak a jelzését, amúgy lesz van volt egy csomó mobide. Értem, jó, mennyire erős? Nem áll. Miért ilyen gyenge ez az íj? Azt mondom, hogy ez erősebb. Jó, mindegy, oké, hát akkor játszunk így. Jó, rendben ezek. Hát, azt hittem, hogy nagyjából együttések, de azért nem teljesen ezek együttéses zombik. Valóban még lettek szannolva. Hol vannak? Ide, jaj, oké, mögöttem voltak. Jó, rendben, hello, sziaszt, várja. Oké, a baltával erősebb vagyok, jó. Oké, akkor baltát fogunk használni, srácok. Nagyon izé. Nagyon sokan vannak, nem is az a gond, hogy erősek, hanem de nagyon sokan vannak, nagyon hangos is a játék, várjatok egy kicsikét. Beveszem a szökkenő szérumot is, jaj, de nagyon sokan vagytok, várjatok. Sziasztok, jó, szia. Te is, aj, de jó, hogy mögöttem is vannak, ki szannolja ezeket, na várjatok. Jó, oké, legalább, ne pók, ezek felmásztak mindenhova. Ó, Istenem, na várjatok. Jó, megvan. Jó, ez is megvan, oké, ópia már bevesszük. Na várjatok, egy kicsit a játék hangját szerintem lejjebb veszem, mert ez nagyon-nagyon hangos. Jó, így ennyivel lejjebb vettem. Na innenről én a pókokat megpróbálom így leíjazgatni. Remélem, hogy azok, mert azok amúgy nagyon idegesítőek, tehát a pókokon kívül én azt szerintem az összeset megbírom ölni, azzal nincsen nekem gond. Csak a pókok nagyon erő, jó, lemegyek szerintem. Baltával fogom őket ölögetni, mert amúgy ópiamázva, igen, csak mögöttem is vannak, össze-vissza vannak. Nem tudom, hogy ki szvannolgatja ezeket rám, de nagyon, nagyon érdekes lenne, hogyha én itt unikornisok a világába valami szörnyel találkoznék, nem pedig unikornissal, de most komolyan ő szívat szerintetek engem? Vagy nem tudom, tehát, hogy egy unikornis csak nem szvannolene ilyeneket a saját országába, vagy legalábbis biztos, hogy van hozzá joga, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy valaki elfoglalta az ő országát, vagy fogalmam sincsen, nem tudom. Nem, mindegy, én megölöm őket, aztán lesz, ami lesz. Legalábbis nem tudom, hogy mennyi fog jönni, hogyha még egy, nem tudom, egy órán keresztül nekem mit kell harcolni, akkor lehet azt mondom, hogy kaputtó, hello, szia. De úgy nem, megmentjük szépen ezt az országot. Jó, srácok, már nincsen nagyon sok hátra, legalább. Tehát tényleg már csak egy-kettő kis mobit el van hagyatva, de ezeket azt is kinézem, hogy ezeket, jó, mondjuk ezeket is leszvannolta valaki. De mondjuk azt is kinéztem volna, hogy ezek már nem karakter által szvannolt. Élő lények viszont szerintem, hogy lassacskán így ennyi volt. Szerintem lassacskán így elfogytak így a mobok, legalábbis én nagyon úgy látom, hogy így, ó, mondjuk még ott van egy-kettő. Jó, azokat még gyors megöljük, de szerintem most már tényleg nem sok lesz hátra, mert amúgy már tényleg, tehát hogy nem tudom, már ugye a legnagyobbját már megöltünk, szóval lassan én meg már találkozni akarnék unikorn is hölgyeménnyel, mert mégis csak meg akarom kérdezni, hogy most így mi történt. Na várjatok, így ennyi volt akkor?
nem tudom, hogy most így jó lett-e a világ, vagy még vannak-e mobok, mert amúgy még hallok egyet-kettőt, de azt szerintem a lenti labirintusban van, én meg, ó, nappal lett. Na, oké. Akkor most így jó vagyok? Most legyőztem a gonoszt, vagy most mi történt? Igen, ó, végre! Na végre itt van unikornis srácok, lányok! Szia unikornis, hello! Téged vártlak már kb. Ugye kezdetekkor amúgy, mert már nem tudom mióta ittem, hogy a gonosz mobokkal harcoltam, és ja, már kicsikét kezdett idegesteni, szóval hello, mizu veled amúgy, miért nem voltál itt, vagy miért csak most jelensz meg? Tehát így érted, magyarázatokat várok, hogy így mi történt idáig, amíg én itt PvP-ztem, és hogy ez miért volt, hogy te konkrétan nem voltál hajlandó segíteni? Nincs erőm ebben a világban, de hát ez a te világod. Itt hogyan lenne erőd, vagy érted, meg most is villámokat szórtál le, hát gondolom, hogy azért van valami erőd, hogyha ilyen képességeid vannak, legalábbis én most így próbálok flyolni, és nekem valamiért nagyon nem megy, meg nem bírok kizét villámokat szórni. A gonosz megszállta. Aha, de hát én most öltem meg, szóval most már van. Akkor ezek szerint? Vagy nem tudom, tehát hogy én most megöltem a sok mobot, akkor gondolom, hogy vár van, de amúgy kicsikét ijesztőek a barátaid ilyen szemekkel. Nem tudom, hogy van veled, szóval így van egy olyan érzésem, hogy ők ilyen rituálét tartottak, vagy nem tudom, és azért jöttek ide így ezek a mobok. Köszönöm, hogy megmentettél. Ó, oké, szívesen, akkor most már van erőd? Arra nem válaszoltál, de ja, amúgy igen, ez így tök baró, hogy így mindegyik oldalon kettő unikorn is így körbeáll ilyen szemekkel. Megjutalmazlak. Na, jutalmazd meg. Mit kapok? Hoppá. LOL. Na, ezt nem tudtam. De amúgy kezdhetted volna ezzel is, és akkor így érted, így valamivel, nem tudom, jobb módon állok hozzá egy az egész, ez aztán lehet, hogy úgy kezdtem, hogy húha, van kihívás, meg minden, de amúgy köszi, jó fej vagy. Várjál, szedem így az egészet, vagy mondjuk nyíl az nekem még kéne. Várj egy kicsit, lootolok, oké, ezek mondjuk nem kellenek. Igen, mi nem kell még, ez se kell, tökéletes. Jó, oké, hello, az ősi kincsem, amit őrzök. Jó, rendben, köszi szépen az ősi kincset. Akkor ez lett így a jutalma, mert megmentettem a unikornisoknak a világet. Hát, unikornis, nagyon-nagyon örülök, hogy találkozhattunk megint, és amúgy király volt veled megint találkozni, és amúgy örülök, hogy megmentettük az országukat. Srácok, lányok, köszi szépen, hogy itt voltatok. Mára sajnos ugye ezt egy videót tudom nektek adni, de holnaptól már újra fognak jönni ugye a napi tartalmak, szóval ezért tényleg elnézést. Remélem, hogy azért ezt el tudjátok nekem nézni, és nem lesz ebből annyira hatalmasnak probléma, szóval tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen szép napotok, és ugye holnap már péntek van, szóval azután már hétvége, nem lesz nagyon nagy problémátok szerintem abból, hogy már nagyon sok van még suliig, meg mit tudom én, meg amúgy hamarosan nyári szünet is, meg minden, ezt még lehetne össze-vissza ragozni, de tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, csekkoljatok le, hogy akkor nagy csatornámat, iratkozzatok fel, csengő, minden, like, stb., hogyha még szeretnétek videókat, én Dani voltam, és tényleg köszönöm szépen, sziasztok!